Műsorunkban láthatják. 100 éves lakosát köszöntötte Úri. Ismét szépkorú lakost köszöntött Haraszt Imre, Úri polgármestere. Idősek világnapja Úriban. Ünnepi műsorral készültek Úriban az Idősek világnapjára, ahol idén 30. évfordulóját ünnepelte a helyi nyugdíjas klub. 24 órás láptollabda maraton. Tápióbicskén 4. alkalommal rendezték meg a láptollabda maratont. Stúdiónk vendége Terék József. Az elmúlt 25 évről kérdeztük Pest megye önkormányzatának kulturális és társadalmi referensét. Köszöntöm Önöket, Verocki József vagyok. Elsőként egy közelgő programra hívom fel figyelmüket. Úriban november 17-én pénteken 7. alkalommal rendezik meg a Tök mindegy futás és családi gyaloglás elnevezésű rendezvényt. Idén 4 kilométeres távot teljesíthetnek futva, kocogva, sétálva, de akár kerékpározva is a résztvevők. A célba érkezést követően a gyerekekre színes golyókereső játék, a felnőttekre pezsgőkereső verseny vár. Majd forró teával és forralt borral frissíteti magát mindenki. Helyszín az Úri Művelődési Ház, a pontos időpont november 17-e 20 óra 17. És ha eddig úri programokról beszéltünk, akkor maradjunk Úrinál. Haraszt Imre polgármester lakásán köszöntötte 100. születésnapja alkalmából Kozler Károlynét, akinek magazinunk nevében is jó egészséget kívánunk. Október elején Úri ismét egy szépkorú lakosának születésnapjának köszöntésére hívta meg stábunkat. Haraszt Imre polgármester és Szabó Imréné Úri község Őszi Rózsa nyugdíjas klubjának elnöke lakásán köszöntötte 100. születésnapja alkalmából Kozler Károlynét, aki több 10 évet is letagadhat korából. Tudod, hogy miért vannak így? Igen, tudja. Akkor én elolvasnám ezt az emléklapot, amit Orbán Viktor úr küldte a miniszterelnökünk magának, aki Kozler Károlyné részére 100 éves születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Engedje meg, hogy ezt ebből a neves ünnepen, ezen a szép alkalmon átadjam Önnek, nagyon nagy szeretettel. Tessék parancsolni. És még ezt a csokor virágot is hadd nyújtsam át Önnek. Jó, és hadd kívánjak Önnek jó egészséget. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Én is a nyugdíjas klub és a magam nevébe kívánok nagyon sok boldog születésnapot még ezután is, de hát nagyon jól néz ki. Nem látszik meg, hogy 100 éves tetszik lenni. Hála a jó Istennek! Fogadj el ezt az édesülőt, hogy hoztam szeretném. Azért ez nagy dolog. Igen. Én úgy gondolom, hogy egy nappal később vagyunk, mert elsőjén született. Tegnap ünnepeltünk. Így van, és akkor nagyon sok boldogságot szeretnénk kívánni, és további jó egészséget kívánok. Úri Község önkormányzata, településünk és magam nevébe is. Jó egészséget! Tápióbicskén ismét megrendezésre került a 24 órás láptollabda maraton.
A magyar játékosokhoz, akik többek között Újszászról, Szolnokról, Szegedről, Kecskemétről érkeztek, idén Németországból is csatlakoztak lábtollabdázók. A tollaslabdát, a legegyszerűbb labdát időszámításunk előtt 1000 körül készítették Kínában. Néhány tyúktollat szúrtak fadarabra, cink vagy ólomlemezkébe, s már kész is volt a játékeszköze. A kínaiak eleinte szinte kizárólag lábbal tollaslabdáztak. A labda minél tovább levegőben tartása volt a cél. A lábtollas a labdarúgással is hasonlóságot mutat, ezért feltételezhető az is, hogy a csúcsúból fejlődött ki. A játékot katonai felkészítés céljára is használták, az ügyesség fejlesztésének és a reakcióidő csökkentésének egyik eszköze volt. Ezt a lábbal játszott tollaslabdázást és különböző változatait a mai napig is több millióan űzik, elsősorban a Távol-Keleten. Több rokon sportág is ismert. A mozgásanyag, a rúgások hasonlóak. A különbség a labdák anyagában, alakjában van. Magyarországon a lábtollas, lábtollabdázás honosodott meg. Korábbi leírások kínai tollasnak nevezték. Európa számára a lábtollabdázást Peter von Rüden, német mérnök fedezte fel kínai utazásai során. Peter von Rüden népszerűsítő munkája eredményeként több országban, Belgium, Dánia, Hollandia, Finnország, Svájc, Írország, Magyarország kezdődött el a lábtollabdázás. A tápióbicskei 24 órás lábtollabda maratonról a főszervezőt, Nagy Mátét kérdeztük. Negyedik alkalommal tápióbicskén 24 órás lábtollabda maraton. Sikerült a negyedik alkalmat is megszerveznetek ide. Milyen érzéssel tölt el ez? Remek érzés. Az a legjobb benne, hogy megdupláztuk a létszámot. Szóval, amíg tavaly volt 8 csapat összesen, addig idén már 18-20 csapattal dolgozunk a 24 órán. Honnan érkeztek az idén játékosok? Talán a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy Németországból tudtunk már játékosokat invitálni ide Tápióbicskére. Ezen felül Újszász, Szolnok, Szeged környéke, Pusztaszer, Nagykanizsa környéke, Cserszeg, Tomaj, Kecskemét, ami egy nagy újdonság itt Tápióbicskén. Úgyhogy az országból egyre több csapatot tudunk behozni ide Tápióbicskére. De hogy lett ez kitalálva, és ténylegesen miről szól ez? Igazából ez itt Magyarországon, a lábtollabda berkein belül ez egy egyedülálló rendezvény. Országos diákolimpiák, országos döntők, versenyek szoktak főleg lenni egy szövetség versenynaptárán belül, és mi úgy gondoltunk, hogy csinálunk egy kicsit mást, mint a többiek, illetve nem csak azt akarjuk, hogy mindenki versenyezni akarjon, hanem a lábtollabda társaságot, a lábtollabda bandát erősíteni, a barátságokat, nemzetközi kapcsolatokat ápolni, úgyhogy nekünk ez az első számú célunk, hogy a Tápióbicskére azért jöjjenek ne csak versenyezni, hanem együtt lenni a sportolni vágyó fiatalok, illetve lábtollabdázók. Többször említetted a nemzetközi kifejezést, akkor nézzük, nemzetközi szinten a magyar lábtollabdások milyen helyet foglalnak el, hol áll a magyar válogatott? Szerencsére Magyarország, talán, ha jól tudom, Magyarország rendelkezik a legnagyobb számú lábtollabdázó közeggel itt Európában. Ez azt is eredményezi, hogy Európában mi vagyunk a legjobb csapat. Európa-bajnokságokat sorra nyerjük az összes kategóriában, csapat, páros, egyéniben. Illetve világviszonylatban azt tudni kell, hogy ez egy kínai, illetve ázsiai sport, szóval Vietnám, Makao, Hongkong, Kína és egyéb tartományai ezek születések óta lábtollabdáznak, de valahogy mindig valamilyen kategóriába beférkőzünk világranglistán a harmadik helyezésre. Azt gondolom, hogy ezek az eredmények nagyon szépek. Mennyire jegyzett sportág ez Magyarországon? Az az igazság, hogy ez egy nagyon fiatal sport Magyarországon. A szövetség, a Magyar Lábtollabda Szövetség is ilyen 20-25 éves lehet, illetve maga a sport is nem több mint 30 éve van jelen Magyarországon, illetve egész Európában, szóval az a legfontosabb dolgunk talán most még, hogy fölkeltsük az érdeklődést erre. Például a 24 órás lábtollabda maraton erre egy kiváló lehetőség, hogy itt a környéken megtudják az emberek, hogy mi is az a lábtollabda.
és akkor nézzük, mi ez a lábtollabda. Azt lehet látni, és talán erről már korábban is beszéltünk, hogy egy tollas labdával kell játszani, de hát itt nincs ütő. Sokszor kérdezik, hogy mit sportolok, mindig mondom, hogy lábtollabda, és ez egy kicsit magyarázatra szorul, de ezért is dolgozunk, hogy mindenki tudja, hogy mi ez a lábtollabda. Ez egy négy libatolból készült labda, kb. Egy gumi talpazattal, 15 g súlyú ez a labda, és a tollas labdának a pályáján, illetve a háló méretével szoktunk játszani. Szóval fiúknál 160 cm magas háló, lányoknál 150 cm-es háló, és igazából csapatkategória, páros kategória, egyéni kategória van ebben a sportágban. És akkor hányan vannak egyszerre a pályán? Egyszerre hatan tartózkodnak a pályán, ez három tagból áll, az egyik csapat három főből, a másik csapat szintén három főből, persze itt is vannak cserék, úgyhogy egy csapat akár lehet hat főből is, állhat hat főből is. Jelen pillanatban nincsenek túl sokan itt bent a teremben, de ennek oka is van, hiszen azért le kell kötni az ide érkező fiatalokat, ennek is megtaláltátok a módját. Igen, szóval nagyon jól hangzik az, hogy lábtollabdázzunk 24 órán keresztül, csak miután ide csöppen az ember, és látja, hogy tényleg 24 órán keresztül kell óránként a pályán lennie és lábtollabdázni, akkor rájön, hogy ez egy igen fárasztó verseny, mérkőzés tud lenni. Szóval próbáltuk ezt a monotonitást egy kicsit megtörni különböző sportprogramokkal. Vannak pingpong bajnokságok, darts bajnokságok, közötte pókerpartikat szerveztünk, a kor haladtával Xbox partit is csináltunk, hogy a 21. századi fiatalok is megtalálják a kedvüket, és az is már egy sport, szóval az e-sport, az is már egy új keletű sport. Szóval megtaláltuk az egészséges egyensúlyt a két dolog között. Szóval csarnokban is mindig vannak, illetve pihenni is tudnak az emberek. A társaság is folyamatosan van, úgyhogy jól sikerült ez a maraton. Egy rendezvényt megszervezni költséges dolog, ehhez mindig támogatókra van szükség. Azt tudom, hogy az elmúlt években az önkormányzat azért mindig segítségére volt a tápióbicskei lábtollabdásoknak, de az idén talán a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány is beszállt ebbe. Mi volt ennek az oka, hogy szükség volt rájuk? Igen, szerencsére elmondhatom, hogy nem ismerek nem ismerek sok sportegyesületet, amit a helyi saját faluja támogatna, és elmondhatjuk a Tápióbicskei Lábtollabda Sportegyesületről, hogy a fő szponzorunk az a Tápióbicskei önkormányzat. A Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal is évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Eleinte csak futottunk a rendezvényein, aztán már közös programokat is elkezdtünk rajtuk dolgozni. Sajnos most iskola, illetve vele együtt a tornacsarnok is átkerült állami kezekbe, úgyhogy ezt az önkormányzati támogatást már nem tudtuk igénybe venni, viszont évelején a Tápióbicskei önkormányzat talált erre is megoldást egy nagy összegű sportegyesületi támogatással, a terembérlést pedig a Tápiómenti Tömegsport Alapítványnak köszönhetjük. Tehát akkor gyakorlatilag ami most plusz költség az, hogy nem tudta odaadni az önkormányzat ingyenesen ezt a tornacsarnokot, hiszen nem ő rendelkezik felette. Pontosan, illetve az edzéseink is minimális keretek közé szorult, mivel nem Tápióbicskéért a sportcsarnok, ezért fizetnünk kell az edzéseinkért is. Több évvel ezelőtt, amikor bemutattuk a lábtollabdát a televízióban, akkor nagy terveket dédelgettetek itt, hogy a Tápió mentéről a lehető legtöbb embert bevonni ebbe a sportba, megismertetni az iskolákat, a testnevelőket ezzel a sporttal. Hogy érzed, hogy sikerült ezt a dédelgetett álmot megvalósítani? Sikerült. És még dolgozunk rajta, hogy minél jobban. Szerencsére most már, hogyha a diákok
a játékosaink azt mondják, hogy diákolimpiai bajnokok vagy láptollabda versenyen voltak, akkor a testnevelők már tudják, hogy mi ez a láptollabda, és már láttak is, sőt már játszottak is. Elmondhatom azt, hogy ezen a maratonon is például sok testnevelő fordult meg itt Tápióbicskén, például Damjanich János gimnáziumból Nagykátán, az egyik testnevelő, például az egyik csapat tagja, oszlopos tagja, úgyhogy igen, a környéken megy a láptollabda, és tudják, hogy miről van szó. Miért játszanak ma itt a fiatalok? Ez a nap gondolom valamilyen díjazással fog járni, ha igen, akkor mi lesz az? Ez a láptollabda társaság egy jó társaság. Szeretünk együtt lenni, és erre tökéletes alkalom a 24 órás maraton, és igazából ez az egésznek a motivációja és a díjazása, hogy például a német barátainkat, a szegedi, nagykanizsai, pusztaszeri, újszeszi barátainkat 24 órán keresztül láthassuk. Az idősek világnapját a Tápió vidék több településen is megünnepelték. Korábbi műsorunkban már láthatták a tápiószecsői rendezvény összefoglalóját. Most mai adásunkban az úriban rögzített képsorokat nézhetik meg. Az idősek világnapját és 30 éves évfordulóját ünnepelte úriban az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub Egyesület. Szabó Imréné a csoport vezetője köszöntéjét követően Haraszt Imre polgármester, majd Cerván György képviselő mondta el gondolatait. Mindig van miért tisztelettel fejet hajtani önök előtt, azaz a sok szeretettel és munkával eltöltött esztendő, meg annyi lehetőség az érdemszerzésre, az értékmentésre, a családunk fizikai, lelki és szellemi értelmében vett jólétének gyarapítására. Gyermekként mindig csodáltam és tiszteltem a nagyapámat derűs természetéért. Utolsó éveiben leginkább üldögélni szeretett. Amikor viszont az asszonyokkal beszélt, soha nem tudta megállni a tréfát. Egyszer panaszkodott neki egy szomszédasszony, hogy a férjének már csak pár szál haja van. Erre ő nevetve és vigasztalóan válaszolta, aranyoskám, a levesbe egy hajszál is elég. Nagyapám tudta, és így is élt. Sohasem szabad felhagyni a nevetéssel, csak mert öregszel, de gyorsan megöregszel, ha felhagysz a nevetéssel. A mai délutánra nagyon jó szórakozások, nevetést és önfelett perceket kívánok önöknek. Az, hogy ma milyen menő lesz, abban én is tudatos vagyok egy kicsit, hiszen ezt a rendezvényt úgy sikerült megtámogatnom, hogy a halfogyasztás növelés a mottója, ugyanis a Földművelésügyi Minisztériumban, ahol most már lassan 8 éve folytatom államtitkári tevékenységemet, egy halfogyasztást ösztönző marketing akciót kezdtünk el, és ennek a keretében fog majd valamilyen halétel kerülni, nem is kérdeztem pontosan polgármester urat, hogy milyen lesz, de akkor maradjon ez meglepetés. Magyarországon nagyon alacsony a halfogyasztás. Ennek egyfelől az oka, hogy tengerünk ugyan nincsen, bár igény volna rá, így hal sincs olyan sok, bár ponttermesztésben Európában a harmadik legnagyobbak vagyunk. Valószínűleg drága ugye a halhús, ami egyébként meg egészséges, meg ugye úgy van a magyar gyomor beállva, hogy inkább a sertés meg a baromfi az, ami megy. Na, ezen szeretnénk egy picit változtatni. Magyarországon mindössze 6 kiló körül van az egyfőre jutó halfogyasztás, az is leginkább karácsonykor, de Európa többi államában ez olyan 20 kg körül van. És hogy ne legyen olyan drága, ugye jövő január 1-től a halhúsnak az általános forgalmi adóját is 27-ből 5%-ra csökkentjük, úgyhogy remélem ez majd egy kis élénkülést ad majd a halfogyasztásba, tehát ezért tetszenek majd ma halat fogyasztani. Ezen a napon úgy illik, hogy egy picit megálljunk és egy picit fejet hajtsunk az idősebb generáció előtt, hogy megköszönjük azt a sok jót, amit tettek, értünk fiatalabb generációkért, a gyerekekért, az unokákért, hogy felneveltek bennünket, hogy
tanítottak, tanítattak, ugye ahogy a Nóta mondja, minden szépre, jóra. Példát mutattak életükkel a munkában, a szorgalomban, hazaszeretetben. Óvtak, hogyha óvni kellett bennünket, fiatalabbakat, illetve ápoltak is, hogyha valamilyen baj ért bennünket. Tehát egy szóval gondoskodtak, és még most is gondoskodnak rólunk. Persze a lényeg az, hogy nem egy ilyen kijelölt napon kell csak az idősekkel foglalkozni, vagy megköszönni a segítségüket, hanem gyakorlatilag az év minden napján, azt hiszem ez a fiatalabb generációnak kötelessége. Ugye van egy olyan vállalásunk, hogy attól függően, hogy a betervezett inflációhoz képest a tényleges áremelkedés hogyan alakul, hogyha ez magasabb, mint a betervezett infláció, akkor kiegészítjük a nyugdíjakat. Ez novemberben meg fog történni, tehát lesz egy inflációt követő nyugdíjemelés a rendes havi nyugdíj mellett, illetve hogyha a gazdaság jól teljesít, ezt is megígértük, akkor abból kapjanak a nyugdíjasok is, és lesz egy nyugdíjprémium is az a neve ennek, ami azzal kapcsolatos, hogy a magyar gazdaság, zárójelbe hozzáteszem, többek között a magyar mezőgazdaságnak is köszönhetően, amiért én vagyok felelős, jó teljesítés, ugye 3,5% fölötti gazdasági növekedés esetén ezt a nyugdíjprémiumot ki fogjuk fizetni. Tehát ezt novemberben érzékelni fogják, hogy mennyi lesz, az nyilván egyenként, egyénenként eltérő lesz, hogy a nyugdíj átlag a 111 néhány ezer forint Magyarországon, ha az átlagszámot nézzük, akkor ez körülbelül egy olyan 24 ezer forintos egyszeri kiegészítést jelent majd. Mindez annak köszönhető, hogy az ország fejlődik, gyarapszik, és a munkának van értelme. Itt is szeretném megerősíteni, hogy most már úgy néz ki, hogy eldőlt a jövő évi országgyűlési választásokon. Újra fogok indulni, úgy látom ez politikai ellenfeleimet kellőképpen föl is izgatta, hiszen annyi gyalázkodást még a 20 év alatt nem kaptam, mint az utóbbi 1-2 hónapban, de ettől én csak elszántabb leszek, úgyhogy a munkát úgy tervezem, ha önök is úgy akarják, folytatni fogom. És visszatérve a mai idősek napi ünnepségre, engedjék meg, hogy befejezésül egy Márai Sándor idézettel fejezzem be, az Ajándék című versével fejezzem be köszöntőmet. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyózöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez, csodálatos ajándék. Földig hajolok, úgy köszönöm meg. Köszönöm a figyelmet. Az ünnepi gondolatokat követően a vendéglátó Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub Egyesület tánccal köszöntötte vendégeit. Oh,
Táncok után a Vasadi Búzavirág nyugdíjas klub humoros összeállítással köszönte meg a meghívást. Pinkikém, hát az mekkorák az unokáid? Hát a nagyobbik az a melyelig ér. Na, az már jó nagy. Ugye? A kisebbik. Várjál. A kisebbik, hát ha leveszem a melltartomat, akkor az is a melyelig ér. Tudjátok, drágáim, én a Szandit nagyon szeretem, olyan szépen énekel. Én meg azért szeretem a Szandit, mert jól tud énekelni és táncolni. Én is szeretem a Szandit? Hát meg nem betosodik be a lábam tőle. Fellépők sorát zárva a Turai Őszi Rózsa nyugdíjas klub dalcsokorral szórakoztatta a meghívottakat. Szép korában van egy asszony, ki büszke a fiára. Azt gondolja, hogy fiának a faluban nincs fája. Sem nem csinos, sem nem derék, nem is az a nagyon szép. Maga honnan szép turába szeretője nem lennék. Se nem csinos, se nem derék, nem is az a nagyon szép. Maga honnan szép turába szeretője nem lennék. Végig az a régon végig. Húsz látszik állj le az alsó régig. Húsz rá cigány nekem azt a nótát, adjon Isten babám jó éjszakát. Végig az alvégon végig. Minden ablak alatt rózsa nyílik, minden ablak alatt kettő, három, csak az enyém hervadt el a nyáron. Mikor én még új menyecske voltam, tulipántos kis csizmákat voltam, csikorgott annak még a szára is, ölelte magamán még akkor száz szó is. Csikorgott annak még a szára is, ölelte magamán még akkor száz szó. Műsorunk második részében egy rendhagyó beszélgetést láthatnak Terék Józseffel, aki Pest megye önkormányzata kulturális és társadalmi referense. Maradjanak velünk!